Darren és Eliza Bayliss több irodát foglalkoztató sikeres fizikoterápiás klinikát vezettek az arizonai Tucsonban és a texasi Dallasban. Amikor beindították, tudták, hogy lesznek kihívások, de sokkal nehezebb volt, mint amire számítottak. Két éven belül az üzlet irányított bennünket. Álmatlan éjszakáim voltak a pénzügyi dolgok miatt. Vitatkoztunk a férjemmel, azon örlöttünk, mit fogunk csinálni, ha nem jön egy fordulat. Darren más lehetőségeket is mérlegelt. Választhattam volna könnyebb utat, hogy másnak dolgozom kötött munkaidőben. De a házas pár kitartott. Imádkoztak és tizedet fizettek a jövedelmükből. Körülbelül 3 éven belül megtanulták, hogy az adakozás inkább egy szívbéli hozzáállás. Megbeszéltük, hogy többet kell adakoznunk, nem csupán a személyes bevételeinkből, hanem az üzletből is. Megtanultuk a Bibliából, a Mózes 5. könyvéből, hogy Isten adja az erőt a gazdagság megszerzésére. És a pár más módokon is adakozik. Nyitottak például egy irodát Tucson egy szegényebb negyedében, azzal az ötlettel, hogy a szükségben lévőknek ingyen nyújtanak szolgáltatásokat, és más pácienseknek is árengedménnyel dolgoznak. Ez egyedülálló ebben az üzletágban. Isten látványosan megáldotta a közösség szolgálatára irányuló erőfeszítéseinket. Miután visszatekintettünk az elmúlt pár évre, ez volt a legjövedelmezőbb üzletünk. A CBN-nek is adakoztak a személyes, illetve üzleti bevételeikből. Amikor hazajövök a nap végén, alig várom, hogy nézzem a 700-as klubadását, hogy lássam és halljam a változásról és a reményről szóló történeteket. Annyira megérintett bennünket, hogy úgy döntöttünk, mi is a részeseivé akarunk válni. Ahogy megemeltük az adományainkat, az üzletünk is növekedésnek indult. Akár 30%-os növekedésünk is volt. Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy legyen CBN partner, amiatt a munka miatt, amit végeznek, az életek miatt, amiket megváltoztatnak. Mi a részesei akarunk lenni ennek. Előre akarjuk mozdítani Isten országát olyan partnerekkel együtt, mint a CBN.